több mint 200 Demonic Star Dropot fogunk ebben a mai videóban kinyitni, úgy, ahogy az előzőben Angelikekkel tettük. Szóval, hogyha azt a videót eddig még nem látod, akkor csekkold le először szerintem azt, és aztán majd gyere erre a videóra. De ha már láttad, vagy csak ezért kell, induljunk és vágjunk is bele, ugyanis nagyon-nagyon várom. Itt is vagyunk, és tényleg brutális mennyiségű blinget, powerpointot, meg leginkább coint kaptunk, és lassan meg lesz itt a 100, sőt figyeljétek, megveszem ez a 25 gemért, kit érdekel, csak legyen meg itt ez a kezdés, ott van a 100 000 XP doubler, easy. Na de innen pedig kezdjünk bele, vennünk kell majd gemet valószínűleg útközben, szóval majd ne jegyetek meg, de ott venni is fogunk, csak most nem akarok feleslegesen, mert nem tudom, hogy mennyit kell majd itt elköltenünk, de én azt mondom, hogy mehet is az első, let's go, ez egy mides lesz kb. Igen, és ebből ugye lesznek új skinek, tehát ugye az előzőben a végén ugye már annyira sok skin nem nyitottunk, mert szerintem mindent kinyitottunk, itt van valami halálos sós, nem tudom, hogy ez micsoda. Gyerünk, az mid high, vagy inkább mid. Mid high volt. Ez ilyen gyorsabb, ugye az alapján, hogyha valaki esetleg nem tudná, mert most már nyilvánvalóan tapasztaltabban állok az egésznek a, így elé, hogy minél gyorsabban nyílik ki a Star Drop, mert ugye lenyomva kell tartani, annál rosszabb, tehát hogy a lassú, mint például ez. Ez egy nagyon jó, ez egy skin szerintem. Például mekkora, hogy pont ebben a pillanatban. Let's go skin, ez mi? Demon Ems. Wow. Ez is mi menő, néz már ki, te hülye. Úristen, és van egy ilyen kis szarja. Azta. Nagyon adom, nagyon tetszik. Úristen bro. Nagyon menő, és mit kaptunk? Kaptunk valamit. Fury. Király. Oké. Következő. Let's go. Következő darab Demonic Drop. Ez most valami kisebb, ahogy láthatjátok, tehát hogy ugye attól függ, hogy milyen hosszú kinyitni, hogy mennyire jó. Például ez egy ilyen közepes lesz. Azt a rohadt, ezt nem tudom, hogy miért kaptam egy ilyet, csak hogy ennek igaza van a démonokhoz, de mindegy. Gyerünk, let's go, bling! Vagy ennyi volt, nem, még szereztünk most ebből valamit. Megkaptuk a Siphon. Jó király. Oké. Demonic Drop! Let's go! Következő, gyerünk, let's see it, bro! Oké, coin. Gyerünk. Kicsit felpörgethetjük, mert az előző videó is nagyon-nagyon hosszú lett, aztán én sem akarok nyilvánvalóan senkitől elvenni időt, tehát mindenki arra kíváncsi, hogy mik a jobb nyitások, tehát arra szerintem senki nem kíváncsi, hogy most például nyitottam 100 darab powerpointot, és így megőrülnék érte. Tehát bármennyire nyilvánvalóan a kis dolgoknak is kell örülni, de itt most ez egy ilyen időhatékony videó, idősporoló videó. Szóval ja, mindenki láthatja majd, hogy csak szeretne. Közben mindjárt most megint kapni fogunk a hegyet, most nem tudom micsodát. Gluttony. Spawn a power cube when you defeat an enemy. Az mondjuk ilyen dupla power cube-ot jelent igazából akkor izébe? Hogy hívják showdownba? Vagy hát nem duplát, de mindig plusz egyet, hogyha megölsz valakit. Az amúgy szerintem menő. Oké. Okay. Ugye arra kíváncsi vagyok, hogy ugyanazt lehet használni? Tehát most egy csapatban van mondjuk 3 démon, mind a 3-an beállíthatjuk ezt? Mert akkor ez amúgy elég OP. Gyerünk, let's go. Szerintem én leszek tényleg kb. A világon az első között, akik ezeket a Hypercharge skineket megkapják, mert más épfeszű ember nincsen, aki ennyi pénzt elkölt ezekre a szarokra. Let's go skin! Skin vagy valami nagyon jó nyitás! Gyerünk! Ez nagyon hosszú volt! 1000 coin! De miért ilyenkor adhatna valami? Ezért a kreditet akarom amúgy. De az nagy lenne. No fucking way! Back to back! Back to back extreme! Let's go! Az mi? Az mit? Mi van? Hát de... Ez egy Hypercharge skin. Ez egy Hypercharge skin! Ez van a végén! Mi van? Ezt most én nem értem. Ezt most nem értem, srácok. Tehát, hogy ennek az offernek a végén az van, hogy megkapod ingyen a Demon Mortis. Most akkor ott én nem kapok semmit. Ja de, megkapok egy másikat. A Devilish Mortiszt. Hát jó, érdekes, kinyitottuk előre a Hypercharge Mortiszkint. Bocsi, van aki így nyomja. Broski! Ez de komoly. Let's go! Hypercharge skin nyitunk, értitek? Ami ritkább, mint a izé, mint a Legendary. No fucking way, megint skin vagy valami nagyon durva. Mit tud ez? Mit tud ez? 1000 coin. Bro, mennyi coinom lesz? Már izé megvehetném az összes trúbolt skinnál kb. Lassan, nyilvánvalóan csak izé túlzok, de... Azért bro.
Ne ide. Azt hittem, hogy ez is valami ezé brutál. Nyilván ez is rohadt jó. No way! Mi ez? Ember! Az angyal ézébe nem kaptunk ennyit. Ez a impens, nem? Vagy valami impikole. Emz, miért emzett, mondtam. Nem tudom. Hát, nekem mondjuk ez annyira nagyon nem tetszik. Nem rossz abszolút. De azért ennél nyilván vannak jobbak. De abszolút királyi megkaptuk. Gyűjtögetjük itt ezt ki neked rajta. Aztán majd lassan kapunk még egy kártyát. Nem tudom, szerintem most az összes ilyen áldás, hogy minden meg lesz. Hoppá, ez egy meat high. Oh! Ez amúgy menőn néz ki. Nem szoktam a pineket dicsérni, sőt általában izé úcsárolni szoktam őket, de ez... Ez nem rossz. Nincs az a baj. Na gyerünk, let's go. Bling, 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 bling. Hoppá, mit high, mit high. 500 forint. Mennyi forint volt, mit high, vagy mit high. Megint mit high. Oh! Ez is mi menőn néz már ki, te hülye. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nyissuk tovább amúgy. No way! Megint! Mi ez? Ez direkt, ez tudom, hogy miért van. Mert mondják is azt, hogy az ördög szeret téged, ez... Még egy Hypercharge skin? Bro, én ezt nem bírom. What the fuck? Mi ez? Lambent Mortis. Kettő darab Hypercharge skin, vágod? Kettő, vágod? Kettő ujjam van. Kettő darab Hypercharge skin nyitunk ki. Mi a szar, bro? What the fuck, man? Azt a hogy kapunk még valami ezért. Revengeance. Ha meghalok, akkor valami damage-et okoz magam körül, oké, rendben van. És hogyha ezt kinyitjuk, akkor mi van? Hm? Akkor mit kapunk? Arra kíváncsi vagyok, nyissuk már ki. Gyerünk játék, kérlek, add ide nekem a másikat, hogy a David is Mortis-t is. Három darab Hypercharge skin nyitni ezekből, az mondjuk tényleg eléggé brutál lenne. A kettő is már nagyon durva. De mondom, én azt érzem, hogy amúgy ebben van valami szimbolika, mert ugye azt szokták mondani, hogy Isten ugye nem a földön jutalmaz meg. A földön szenvedsz lényegében, és aztán a mennyország lesz az ajándékod, amíg az ördög az pont, hogy a földön nagyon jó, meg nagyon kényelmessé teszi az életed, és a túlvilágon pont vele lesz szar. Nem tudom, hogy ebbe tényleg van ekkora szimbolik, vagy csak szimplán rohadt szerencsés vagyok, de ha van, akkor amúgy tök költőiek itt a Supercellnél. Ó, nem ördögnek is van ilyen szíve. Hoppá, mit háj, mit háj? Az mi? Az egy izé, az egy lábnyom akar lenni. No way! Mondom, ez rigged! Rigged a játék! Ez mi? Demon Willow. Ez mondjuk rohadt menőn néz ki. Ez mondjuk legit rohadt menőn néz ki. Bro. Oh my god, man. Mit háj? Már én nem is tudom, hogy őszintén mit izéljek. Van egy ilyen tiltó felirat. Mit mondjak erre? Mi ez? What the fuck? Otis, démon Otis! Holy shit! Milyen menő néz ki ez is, te hülye? Jézusom, ember! Azt a rohadt! Hát nekem lesorvad az agyam, hogy vagyok ilyen szerencsés. Most is mit háj? Ember! És kettő Hypercharge skin, meg már nem tudom, lassan az összes Demon skin-t kinyitottok, nem is tudom, hogy van-e még őszintén azon a Devil is Mortison kívül. Atya úristen, most megkapjuk. Szerintem ez az utolsó kártya, amit kapunk. Demon Fire. Anyád. Leave behind the trail of fire. Tehát magad mögött hagysz ilyen tüzet, ami sebzi az enemiket. Nem tudom, hogy ezeknek van ilyen szintje, vagy teljesen random, amit megkapsz. Jó, és ezután kell vennünk gemet. Majd mindjárt megnézzük, hogy mennyit pontosan. És akkor majd azt szerint cselekszünk, mert nyilvánvalóan a lehető legkevesebb gemet szeretném elkölteni. De sajnos ez nem így működik egy ilyennél. 500 bling, gyerünk, gyerünk. Amúgy ezek nagyon-nagyon drága videók, szóval tényleg srácok, hogyha eddig végignéztétek, kérlek nézzétek végig. Még tovább, meg minden, mert én ezeknek a reklámbevételéből fizetem ki ezeket a videókat, így nyilvánvalóan minél tovább nézitek, meg hogyha mondjuk bead egy reklámot, nem tudom, hogy annál mondjuk fizetem többet, hogy tovább nézed őszintén, lehet, hogy ez mit?
de nem tudom. Nézzétek kérlek meg a reklámokat, és ne haragudjatok rám, hogyha sok van belőle, mert nagyon drága videókat csinálok. A tegnapi is 50 ezer forintba került, a mai is nagyjából egy ilyen 50 ezer forint nagyságába kerül egy darab videó. És amúgy az ilyen videók általában feltétlenül nem is hoznak vissza 50 ezer forintot, ha csak nem lesznek nagyon népszerűek. Egy ilyen 20-30 ezer forintot tud egy videó általában ilyenkor kihozni, tehát ilyenkor azért tényleg valós pénzt áldozok bele, így ezt szeretném, hogyha amennyire tudjátok, azt visszahozzátok, és nem szupercsetet, nem támogatást kérek, így konkrétan pénzbe, pénzt azt ne adjatok, azt tartsátok meg magatoknak, viszont az időtökkel tudtok támogatni, hogy végignézzétek a videókat. Nem csak ezt, hanem akár az összes többit is. Vagy este hagyd pörögni a tévén, aztán még is lehassz a vasz. Már az is nagyon nagy segítség amúgy neked, de komolyan. Na gyerünk, let's go! Közben itt már kicsit elkalandoztunk a témáról, én már kezdek kiszáradni, mert ez a harmadik videó egyhuzamban, amit felveszek, volt a Brawl Pass-es, volt az Angelic-es, és van ez. Hát ne haragudjatok rám, hogyha már egy kicsit így összefolyik, amit mondok, meg már fáradtnak tűnök. De ja. No way! Megint, bro, megint csinálja! Megint megadja! Megint beadja! 1000 coin. Azt hittem, már vártam, hogy a Devilish Mortis-nak a sziluettjét, azt lássam, hogy így pörög befele. És aztán megnézni, hogy mi a szartod akkora játék utoljára. Na jó, most kell akkor gemet venni. Összességében egy 900 az elég lesz. Egy 950-es van, ja. 24 ezer forintért. Hú, de még mielőtt az, hogy az előbb azt mondod 50 ezer. Igen, abban a videóban alapjártom volt egy 700 gemem. Ezt meg most verifájolni kell. Na jó, ha minden igaz, akkor megerősítettem, és akkor continue, és akkor mehetünk tovább a nyitogatással. Hú, drága ember, nagyon rég költöttem gemekre ennyit, mostában nem voltak ilyen nagy vásárlós videók. Már el vagyok tőle szokva. Na gyerünk, let's go, 30, utána meg még 40, és még egyszer 40 ilyen szaros sztárdok. Most vagyunk kb. A felénél, amúgy az a durva. Szóval, ja, brutál, ez itt 110 lesz, tehát amúgy kicsit több, mint a fele, az még csak most következik. És már azért eléggé sok mindent kinyitottunk, tehát amúgy nagyon nagy esélye van arra, hogy kinyitsam azért azt a Devilish Mortis-t. Mert hogyha az ilyen extrém dropokból, mint például ez, kreditet kérlek, kreditet vagy Mortis-t. Bling. Na jó, ez mondjuk a legszarabb extrém drop, amit eddig kaptunk, még a coinnal is többre megyek. A kredit az nagyon jó, de nyilvánvalóan a legjobbak a skinek, mert az a legérdekesebbek is. Oké, mit háj? 100 kredit! Csókollak, hall a játék. Na gyerünk, Devilish Mortis, add be a játék, kíváncsi vagyok, hogy mi van akkor, hogyha előre kinyitom. Akkor mit ad a végén, hogy mind a három Hyper Charge skin van szerencsém kinyitni? Én azt hittem, hogy most beszugerálom. Nem baj, akkor nyitogassuk tovább ugyanúgy, ahogy eddig. Én meg közben iszok egy kis zöld, tehát ha nem bánjátok. És akkor azzal amúgy nyithatunk is egyet. Zölte a power, az előző videóban is ez volt, broski! What the fuck? What the fuck? 1000 kredit. Mi a szar ez? Bro, a zölte az a legkirályabb dolog, iszok is. Ember! Let's go! Spray. Jó, azt hittem az is, de ez mit háj? Annyi spray. Ezt az előbb megkaptuk! Esküszöm, rohadjak meg, hogy az előbb ezt nyitottuk! Vagy ez pin volt? Vagy ez profilkép? Én nem is tudom már micsoda. Mit háj? Most ez szobat ez a játék? Ez harmadjára kapjuk meg ezt a sprayt. Ezt én most nem értem, itt mi történt. Háromszor megkaptuk ugyanazt. Nem tudom, mi a különbség. Ha valaki érti, akkor az írja le kommentben, mert amúgy tényleg eléggé kíváncsi vagyok. Még 40 démonik drop következik, és aztán még egyszer 40, szóval összesen egy 80 darab következik még. Így még közel sincs vége a videónak, nem menjetek még sehova. De szerintem most már pörgessük be, mert így is elég hosszú. Mit háj? Blink. Szerintem több mint 100 000 blingünk lesz ennek a videónak a végére. Majd azt is megnézzük, hogy nyilván minden más is, mennyi coinunk van, meg minden, az is érdekes lesz, mert nem néztem meg az előbb, amikor vettem a gemet, hogy hol tartunk. Nem tudom, szerintem ti sem azt néztétek, tehát már bele vagytok merülve csak a izé star dropokból, hogy így
így nézed a képernyő közepét, és így várod, hogy mennyi idő alatt nyílik ki, és az agyad már tudja kontrollálni, hogy mikor kell izgulni. Tehát egy ilyennél nem kell, ilyennél én is tudok beszélni, de amikor lelassul egy picit, akár csak egy mithájra, például így, akkor már egyből kicsit elfelejtek beszélni, amikor még nagyon lelassul, olyankor abszolút elfelejtek, és kijövök a témából. Tehát amúgy ez nagyon-nagyon addiktív. Ezt a részét nem támogatom a Supercellnek, nyilvánvalóan pénzben él az ember, de azért nekik nagyon nagy részt gyerekek játsszák a játékukat, és ahhoz képest szabadon nagyon kurva drága. Szóval ja, ez most én nyilvánvalóan én mint content creator, ezt teljesen más szemmel és teljesen más anyagi háttérrel csinálom, de ezt egy gyerek megcsinálná véletlenül anyuka bankkártyájáról vagy apuka bankkártyájáról, azért az húzós. Az nagyon-nagyon húzós, tehát egy ilyen 100 000 forint kb. Ezt a kettő, ezért így végigcsinálni ezt a két videót. Jelenleg srácok, ne vegyetek ilyen szarokat. Játszatok, játékba is lehet kapni. Én nem ajánlom abszolút, ezt csak szeretem volna azért elmondani, hogy tényleg nagyon király dolog ez, de azért na. A Supercell-től se feltétlen a legetikusabb dolog, de hát most ilyen szinten egyik játék se etikus, így most nem tudom, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy ez már túl sok, vagy ez még belefér. Nem tudom én sem. Nyilvánvalóan ezek ilyen eldönthetetlen morális kérdések kb. Mindenki mást mond, mindenkinek igaza van, mert az is, hogy van ennél rosszabb, de ez nem feltétlenül indok arra, hogy akkor ez egy elfogadható dolog. Tehát most mit tudom én. Vannak a gyilkosok és vannak a gyerekgyilkosok. Attól nem lesz a gyilkos jó, hogy talán egy picivel jobb, mint egy gyerekgyilkos, értsétek. Most ez egy eléggé morbid példa volt, csak hogy értsétek így a súlyát, hogy ez egy eléggé fontos dolog szerintem. Na nem baj, lehet, hogyha így szitkozódok így a Supercellen, nem is fog adni nekem semmilyen extreme dropot, szóval abba kell hagynom. Akkor most beszéljünk, hogy mennyire király a Supercell. Jaj, de hallott, Supercell az a legjobb. A Supercell a Brawl Stars a legjobb. És adjon dropot. Meg. Na jó, mithály? 200 bling, már meg se hat amúgy, már ez nekem most a 400. kb, amit kinyitok a mai nap. Ugye az előző videót így konkrétan közvetlen ezelőtt vettem fel, így már eléggé bele vagyok szokva. Remélem nektek azért még izgalmas, mithályokat kapunk folyamatosan amúgy. Kívülről most, mert ez most meg egy ló. Hoppá, mithály. Extrémet kaphatnánk azért. Én azt nagyon adnám, kapnánk egy extrémet végre. Gyerünk, let's go, let's fucking go! Nem, nincs mitály. Gyerünk! 200 credit, az bullshit. Ma a felénél vagyunk, úgyhogy ma vettem fel azt a videót, amiben megszereztem egyáltalán a izét. A Saturnian Fém 3-at, azt már felénél vagyunk. Ez nagyon hamar meg lesz ez a Solar Fém amúgy. Ugye így haladunk. Bár jó, most ezek a startupok nyilván eléggé felhúztak, csak ebből kaptunk, hogy nem tudom, szerintem egy 3000 kreditet, azért az eléggé brutál. És még nem számoltam bele az, hogy a Brawl Pass-ben még lesz ugye alapjártan egyszer 1000 kredit, meg még csomószor ilyen 200-asok így elrejtve, így össze-vissza. Meg gondolom ez még útközben is fognak bejönni ilyen offerek, amiket valószínűleg úgy meg fogok venni. Na gyerünk, egy extrémet adj be, tesó. Egy extrém, belefér, give me that shit. Gimme extrém. Nem, ezek picik extrémek. Attól félek, hogy nem tudom, hogy mikor fogyik el, mert abszolút nem figyeltem, hogy mikor kezdtem el ezt mutatni. Hogy hol tarthatunk kb. Hoppá! Nem, mithály? Most rossz. Gyors. Bármikor véget érhet konkrétan, mert nem vágom mennyi van. Azt remélem, hogy lehet engem végig hallani, és nem ilyen brutálisan hangos, mert azt látom, hogy hangos, de hát ennyi volt. És megkaptuk a Devilish Mortis-t, a harmadik szint is erre a rohadt menő Hypercharge skinre. Azt a rohadt milyen izmos lett ezért Mortis hirtelen. Holy shit, 33666, hoppá. Az egy démoni szám, azt nem szeretjük. Annyi coin, 3475 powerpoint, 93000 bling. Brutál, megvan az összes? Ebből is megvan. Jézusom, ember, durva. Durva, abszolút. Na jó, mindegy. At the end of the event. És akkor ezt abszolút nem kapok belőle semmit. Mindegy. Na, Mortisra áttérve. Hol van Mortis? Itt van Mortis. Egyrészt állítsuk be, hogy... Vagyis hát mehet az, hogy random, de ha megbocsájtasz, akkor nekem csak a három új skin közül
Sajnálom, nyilvánvalóan én is szeretem azt, amikor így izé sok random van, de azért, ha már ennyi pénzt elköltök, akkor hagyj flexeljek már vele egy kicsit. Na én azt mondom, hogy a Lambent Mortis-t teszteljük le szerintem, mert szerintem ez a legjobb skin kombó, nekem ez tetszik a legjobban. Maga a Demon Mortis is nagyon menő. Ja, azért az is elég menő. Ez a Devilish Mortis szerintem a legrosszabb skin kombó, nyilván ez is rohadt menő néz ki, de nekem a Lambent Mortis tetszik a legjobban. Teszteljük gyorsan! Azt a rohadt ember, azért ez hogy néz ki, bro? Nagyon menő, és mi a izéje? Az micsoda? Eléggé ismerős, az valószínűleg azért másnál is. Várjál. Hát egy ilyen valami, nem tudom micsoda. Hypercharge! És ott az izé, ugye a takedown animation. És most véget ér, de ugye még megvan ez a skinünk, azért ezzel sétálgatni, szerintem az eléggé vad. Egy ilyennel menni, broszki. Egy ilyennel. Hol is itt? Ja, meg az Edgarra nem teszteltem el az előző videóban konkrétan a Hypercharge-ot. Nem tudom miért, hülye vagyok és elfelejtettem. De akkor most az gyorsan még megejtjük, még belefér a videóba abszolút. Nyomassuk még bele is. Rá még nem tudom, hogyan fogom megszerezni őszintén a többi kettő skin kombót, de mindegy. Na gyerünk. Hát a Mortis sokkal menőbb. Ha megbocsájtotok Edgar Maynek, Mortis-ra szerintem menőbb a Hypercharge kinézete. Ez is azért vad, hogy mekkora vagy, de itt inkább a szárnyak nagyok. Mortis önmagában nagy karakter lesz. Na jó, mindegy. Srácok, köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen csapassatok, hogy egy hatalmas nagy lájkot, és iratkozzatok fel! Én kis voltam, napi áldás nem marad el, az Atya, a Fiú, Szentlélek nevével kívánom minden és nézőmnek, nem nézőmnek, jó akaromnak, rossz akaromnak, szeretőmnek, utálomnak, és tényleg minden is embernek a Földön, hogy legyen csodálatos élete és csodálatos egészsége, és tényleg minden embernek minden vágya és minden célja teljesüljön, minden ellenséget és mindenkit elkülegedjen mizzel az útjukból, és minden családnak boldogságot, békességet és bőséget kívánok az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, et Sanctorum Sanctorum. Amen. Amen. Szavaztok srácok, Jézus Krisztus a legjobb, soha ne felejtsétek el.